Hát sziasztok! Még nem szállt fel a hivatalos hír, még nem erősítette meg az Újpest új menedzsmentje, de nagyon valószínű, már a Nemzeti Sport is lehozta, hogy Mésző Géza lesz az Újpestnek az edzője, az új éra első edzője. Hát ezzel kapcsolatban nagyon összetett az a vélemény, amit, amit meg tudok fogalmazni. Mindjárt azzal kezdem, hogy Mésző Géza nagyon komoly újpesti kötődésekkel rendelkezik, hiszen két ciklusban is volt az Újpest vezető edzője, és az elsőben voltak neki igazán sikerei, két is érte a csapattal, a másodikban már nem. De ez önmagában még túl sokat nem jelent, mert lehet, hogy egy harmadikban meg lett volna, hogyha visszahívja valamikor a Roderick Düsetelé újra őt, hogy legyen az Újpest edzője. A, azt gondolom, hogy Mésző Géza kötődése jó voltából, meg azáltal, hogy jól ismeri azt a terepet, ahol edző lesz, tulajdonképpen megmentheti az Újpestet a kieséstől. Tehát ha úgy gondolkodik az új menedzsment, hogy hogy Géza legyen az, aki kihúzza a szekeret a csávából, egy jó csapattal, újpesti kötődésű kollégákkal, akik tűzbe mennek tulajdonképpen az Újpest nevéért és az Újpest színeiért, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó választás lehet azonban hosszú távra is kell gondolkodni, és én azt hittem, hogy az Újpest menedzsmentje, lendő menedzsmentje ebben a hosszú távú gondolkodásban már az első lépésekben is jelen lesz, és egy olyan edzőt hoz, aki most az igazából mindegy, hogy nyugati vagy keleti nekem, de aki mondjuk a labdarúgás legújabb tudományos, elméleti szakirodalmában jártas, aki már rendelkezik nemzetközi edzői tapasztalattal, mert ne felejtsük el, hogy ez az Újpest csapata, ez nem magyar csapat abban az értelemben, hogy alig-alig hogy van benne magyar játékos, és a világ minden részéről, düsetelé összeszedte az általa jónak látott játékosokat, még pontosabban fogalmazva lepattanókat összeszedte, akiket olcsón vagy teljesen ingyen meg lehetett szerezni, és megpróbálta ezeket az ő rendszerében, az ő birodalmában, legalacsonyabbra taksált csapatban, az Újpestben felépíteni, jobbá tenni, és eladhatóvá tenni. Arra ügyelt kizárólag, hogy ne essen ki a csapat, mert egy másik ligás csapatból bármilyen jó egy játékos sokkal nehezebben tud elkelni a nemzetközi labdarúgó piacon, tehát azt a minimumot mindig belerakta, ami ezt kellett, és természetesen folyamatosan kapta ő is az állami támogatásokat mindenféle formában, ahogy a minden más csapat is, természetesen az mb 1 ben Ebben nem volt különbség. Visszatérve Mésző Gézára, ha az Újpest hosszú távon egy fradi vetétárs akar lenni, akkor abban kell gondolkodni, ebben a fradi gondolkodik az edzők kapcsán. Tehát, ha a fradi edzőknek a listáját, doltól tulajdonképpen Rebrovon keresztül, a Csercsaszovan át a Dejan Stankovicsig, akkor egyértelműen elmondható, hogy ez az európai szintű edzőknek nagyjából a közepe, a felső részének az alja, tehát nem a legjobb top edzők, mert azok nyilván talán meg is fizethetetlenek az Újpest vagy a Fradi vagy bármelyik magyar csapat számára, de azok alatti szintből jócskán, jócskán merített a Ferencváros. Tehát én azt gondolom, anélkül, hogy Mésző Gézát bántanám, hogy ő azért nem bizonyította az elmúlt évtizedekben azt, hogy ezt az európai szintet, akár a Csercs akár a Rebro, akár mások európai szintjét meg tudja közelíteni. Tehát ő szükségképpen egy átmeneti megoldás kell, hogy legyen, mert ha ez nem így van, akkor az újpest beáragad abba a magyar közegbe, amiből kiugrani szándékozik. Tehát jó, lehet, hogy második lesz lehet, hogy harmadik lesz, lehet, hogy a nemzetközi kupában megy mondjuk egy kört, de nem erre vágynak Újpesten, hanem arra vágynak, hogy egy Fradihoz hasonló klubmodellt felépítve hosszú távon az Újpest bekerüljön Európa a nem is legjobb, de a legjobb alatti szintjének csapatai közé. Tehát azt gondolom, hogy hosszú távon Géza, Mésző Géza jó megoldás, vagy bocsánat, rövid távon Mésző Géza jó megoldás, hosszú távon viszont a menedzsmentnek nagyon komolyan el kell gondolkodni azon, hogy kit hoz, akivel szintet léphet az Újpest. Úgyhogy ezt szerettem volna mondani, nagyon-nagyon-nagyon sok olyan magyar edző van, aki sokkal rosszabb lett volna, mint Mésző Géza, ő még tulajdonképpen a magyar edzők között egy jónak számít, azt kell, hogy mondjam, bár még egyszer mondom, az utóbbi időben azért kiugró eredménye neki nem volt, tehát neki nagyon-nagyon-nagyon sokat kellene még pluszban tanulmányozni, nagyon jó csapatot összeállítani maga mögé, ami tényleg eredményeket hozna. De, de hát nyilván rövid távon ez jó. Meglátjuk, hogy a menedzsment hogy gondolkodik, nagyon kíváncsiak én is, kit fognak bejelenteni. Egyelőre ez még nem tény, amit elmondtam, hanem egy várható, várható felállás, egy várható szituáció mert Na, nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, like ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg, hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit.